Jó napot kívánok! Sziasztok, gyerekek! Takács Izabella vagyok, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanára. A múlt órán már beszéltünk a mondatfajtákról. Jeleztem ugye a felosztásnál, hogy majd bővebben is megismerkedtek ezzel. Hát ma jött el az ideje, hogy az összetett mondat fogalmáról, illetve felosztásáról beszéljünk. Nézzük akkor, miről is lesz szó a mai órán. Mik is az összetett mondatokról tanultak, amiket ismernetek kell elméletileg? Tehát funkcionálisan ők olyanok, mint az egyszerű mondatok. Egy teljesen egész egységet visznek tovább a gondolatsorba. A mondategységnek a tagmondatokat tartjuk, ugye ezek a mondatnak a fő egységei. A tagmondatok az összetett mondaton belül is egy önálló szerkezeti egységet képeznek. A tagmondatok viszonya az lehet a két fő csoportosítás szerint, ugye alá és mellé rendelő viszonyú. A mellé rendelő összetett mondatok között tartalmi logikai összefüggés van, míg az alárendelt összetett mondatok esetében láthatjátok, hogy a tartalmi logikai összefüggés mellett valami fajta grammatikai, vagyis nyelvtani összefüggés is található. Nézzük akkor, hogy hogyan is érdemes kifejezni magunkat ezekkel a mondatokkal. Ugye vannak egyszerű összetett és többszörösen összetett mondataink is, amiket használunk. Gyakran szükségszerű az életben, hogy az egyszerű mondatokat használjuk, hiszen egyszerűen tudunk válaszolni például egy eldöntendő kérdésre, amiről beszéltünk a múlt órán is. Van, amikor összetetten, hiszen meg kell magyaráznunk a dolgainkat, és van, amikor pedig többszörösen összetetten is, hiszen nagyon sok információt szeretnénk átadni egy gondolat egységen belül. Tehát tulajdonképpen a helyzet fogja meghatározni, hogy mikor, milyen helyzetben, melyik mondatfajtát, melyik szerkezetét fogod a mondatnak használni. Nézzük akkor az elejétől az összetett mondatokat, nézzük az alárendelt összetett mondatokról, mit kell tudni. Ugye az alanyi és az állítmányi esetről először. Alanyi esete az alárendelésnek. Hoztam mindegyikre példát, mert talán úgy egyszerűbb nektek is megérteni. Amikor ezt mondjuk, hogy kikorán kell, aranyat lel, ugye, akkor úgy tesszük fel a kérdést, hogy ki lel aranyat? Az, aki. Mint láthatjátok itt is, ugye az utalószó és a kötőszó megtalálható. Az utalószónak a jelölése tulajdonképpen, illetve kérdése fogja meghatározni, hogy milyen lesz az alárendelésed. Tehát, hogyha az alany kérdésével tetted fel a kérdés, már pedig a ki az az alanynak a kérdése, akkor ez az alárendelt összetett mondatod, alanyi alárendelt összetett mondat lesz, így kell megnevezned. Állítmányi esetben, ez gyakran szerepelt az érettségi füzetetekben, valószínűleg ismeritek ezt a példát, amilyen a mosdó, olyan a törölköző, itt a kérdést ugye úgy teszed fel, hogy mit állítunk? Hát azt állítjuk, hogy olyan ebben az esetben, ugye egy kicsit ilyen furcsa megállapítással, de ez fogja az állítmányi szerepet betölteni a mondatodban. Ezen kívül még a tárgyi határozó és a jelzős szerkezetek is ide tartoznak. Nézzünk egy példát a tárgyira. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. A kérdést úgy fogod feltenni, hogy mit ne halaszd holnapra? Ugye, mint hogy a kérdés is mutatja, hogy mit, a tárgy kérdésével tettük fel, tárgyi utalószóval válaszolsz azt, amit megtehetsz ma, ugye. A határozóinál bámul, mint borjú az új kapura. Itt a kérdésünk ugye, hogy halsz, hogy hogyan bámul, hogyan, miként, úgy, mint, ugye ez egy módhatározói alárendelt összetett mondatot fog nekünk eredményezni. Jelzősnél nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. A kérdésünk itt az lehet, hogy melyik bölcső áldott? Az a bölcső, amelyik. És vannak sajátos jelentéstartalmú mellékmondataink is, ilyenek a hasonlító, a feltételes, a következményes, illetve a megengedő mondatok, ezek már sajátos jelentéstartalmakat hordoznak. Nézzük meg például ezt a mondatot, hogy nem hiszem el azt, amit Kata mondott. Egy összetett mondatot vettem példának, megnézzük, hogy tulajdonképpen elemzés során mik is azok a lényeges dolgok, amiket neked ismerned, vagy felismerned, vagy megnevezned, tudnod kell egy mondat esetén. Tehát, hogyha ránézel, láthatod azt, ugye, hogy vesszővel van elválasztva, nem felsorolásnál van a vessző,
Tehát ez egy összetett mondat, amiről te szoktad megítélni. Tulajdonképpen az fogja meghatározni, hogy összetett mondat, hogy tartalmaz két predikatív szerkezetet is. Mit állítunk? Nem hiszem el, ki? Én. Tehát én nem hiszem el, ez lesz az egyik. Amit Kata mondott, azt, amit Kata mondott. Mit állítunk? Azt, hogy mondott, ki mondta, Kata mondta. Tehát itt is van egy alanyállítmányi szerkezeted, ezért nevezzük összetett mondatnak, és nem csak azért, mert a vesszőt odaírtuk, hanem mert ott van. A két tagmondat határát ugye pedig a vessző jelzi, hiszen két tagmondatról beszélünk. Az első tagmondat az, hogy nem hiszem el azt, az lesz a fő mondatod ebben az esetben, a második tagmondatod pedig, amit Kata mondott, az lesz a mellékmondatod. A két tagmondat közötti nyelvtani összefüggés van. Ez azt jelenti, hogyha emlékeztek az előzőben mondottaknál, hogy ahol nyelvtani viszony is van, ott ugye keressük az utalószót és a kötőszót. Amikor utalószó és kötőszó fogja meghatározni a nyelvtani viszonyt, akkor pedig alárendelésről beszélünk. Itt az utalószónk az azt lesz, az amit pedig ugye a kötőszavunk. A főmondat és a mellékmondat nem egyenlő rangú, függetlenül attól, hogy van két predikatív viszony, hiszen, hogyha önmagában vizsgáljuk ezt a két mondatrészt, két tagmondatot, akkor önmagában nem állják meg a helyüket. Tehát nem mondhatom ki csak azt, hogy nem hiszem el azt, pont. És azt, hogy amit Kata mondott. Tehát önmagában a két mondat nem áll meg, tehát szükség van valami nyelvtani kapcsolódásra, ezért alárendelt ez a mondat. Amelyikben az utalószót találod, az mindig a főmondatot jelzi, és amelyikben a kötőszót, az pedig ugye amelyikben pedig a kötőszót találod, az pedig ugye az alárendelt tagmondatot fogja neked jelezni. Ezt itt az alárendelés típusát, és tulajdonképpen az utalószó kötőszó fogja meghatározni. Itt a kérdést ugye úgy tudom feltenni, hogy mit nem hiszel el? Azt, tehát a kérdésem, hogy mit, már megmutatja azt, hogy tárgyi alárendelésről beszélünk, tehát ez egy tárgyi alárendelt összetett mondat. Hogyha nincs utalószó a fő mondatban, akkor az is egy olyan helyzet, amikor bizonytalanná váltok, és azt gondoljátok, hogyha nincs utalószó kötőszó, akkor talán mellérendelésről beszélünk. De viszont ezekben a mondatokban mindig oda tudjuk érteni, vagy oda tudjuk pótolni ezeket az utalószavakat. Nem hiszem el, amit Kata mondott. Ha felteszem ismét a kérdést, akkor ismételten úgy kell feltennem, hogy mit nem hiszek el, vagy mit nem hiszel el. Ugye? Azt, amit. Azzal tudunk válaszolni. Tehát azt, hogy azt és amit, ezek ugyanúgy megjelennek a kérdés felvetésnél, illetve a kérdésed is ugyanúgy a tárgyi kérdésből fog kikerülni, tárgyi kérdést tartalmaz. Hogy melyik a fő és a mellékmondat? Ugye ez mindig bizonytalanság. Melyik tagmondatot tudnád önálló közlésként elfogadni, és melyik részletezi a másik tartalmát? Tehát ez egy másik fajta megközelítés, és talán, hogyha valaki úgy nem érti, hogy utalószó és kötőszó, akkor próbálja meg azt felvázolni, hogy tulajdonképpen melyik az a mondatrész, amely kiegészíti a fő mondatot, és ez alapján is meghatározható, hiszen itt, ha azt mondom, hogy nem hiszem el, akkor ez önmagába talán megáll, és az, hogy amit Kata mondott, az már önmagában nem áll meg. Tehát, hogy amelyik a fő mondatrész, azt kell, hogy kibővítsük majd ugye az alárendelt mondatrésszel. Hogyha az első mondatból kérdést formálsz, akkor a második mondat válaszol rá. Hogyha itt felteszem a kérdést, akkor úgy teszem fel, hogy mit nem hiszel el, amit Kata mondott. De itt hogy tudom feltenni a kérdést? Hogy mit mondott Kata? Arra nem válaszol az, hogy nem hiszem el. Tehát, hogyha megfordítod és felteszed a kérdést az egyik tagmondattal vagy a másikkal, akkor az is magyarázatul vagy segítségül szolgálhat számodra, hogyha megfogalmazod a kérdést, és amelyik mondatrész kérdésére válaszol a másik, az akkor a fő mondatrész, amelyikkel pedig hiába teszed fel a kérdést, a másik nem fog, az biztos, hogy az alárendelt mondatrész fogja ugye képviselni. Hogyan elemez? Amikor elemzed a mondatokat, akkor először is mindig az elemzés sorrendjében az az elsőt, hogy meghúzod egy függőleges vonallal, ugye a két tagmondat közötti határvonalat.
Minden tagmondatot sorszámozni szoktunk, ugye többszörösen összetett mondatot is elemezhetsz, akkor mindegyiket függőleges vonallal jelölöd, megszámozod 1, 2, 3, illetve ahány tagmondatból áll a mondatod. Megkeresed az utalószót, illetve ahogyan az imént is mutattam, hogyha úgy nem tudod, akkor a kérdésfelvetéssel megkeresed a főmondatba az utalószót. Ne feledd el, hogy hiányozhat, ilyenkor kérdéssel kiegészíthető, meg lehet próbálni behelyezni őket, és utána pedig megállapítjuk az utalószónak a mondat részi szerepét, amit pedig ugye a kérdés segítségével tudsz megállapítani, hogy milyen mondatrész szerepét is tölti be tulajdonképpen ez az utalószó. A mellé rendelt mondatoknál van egy ilyen, hogy egymással szemantikai, tartalmi, logikai összefüggésben lévő tagmondatokat kapcsol, tehát mint láttátok az alárendelésnél, ugye kerestük a nyelvtani kapcsolatokat is, itt pedig a tartalmi logikai kapcsolatokon van csupán a hangsúly, és ezeket kötőszavak fejeznek ki, amelyek jellegzetesek, és ezek a kötőszavak alapján tulajdonképpen a fajtái a következők, ötöt is különböztetünk meg, ez a kapcsolatos, az ellentétes, a választó, a következtető és a magyarázó mellékmondatok lesznek. Mellérendelt mondatok lesznek. Nézzük akkor sorba ezeket a mellérendeléseket, hogy milyenek is. Ugye azt mondtuk az alárendelteknél, hogy önmagában a tagmondat nem áll meg, vagy legalábbis a tagmondat egyik része. A mellérendelt mondatok esetében mindig mind a két tagmondat önálló mondatrészként is funkcionál a kötőszó elhagyásával. Itt egy egyszerű természetes kapcsolat van a kapcsolatos mellérendeltnél. Mindig a kötőszavak a jellegzetesek. Itt is azt mondom, hogy mindig elég, hogyha néhányat megjegyzel, a többit már következtetheted, hogyha ezt az öt kategóriát ismered. Tehát a kötőszava legjellegzetesebb ugye a kapcsolatosnak, ami összekapcsolja két tagmondatot, az az és kötőszó lesz, de ezen kívül lehet még a meg, a sem, tehát mindazok, amelyek tagadást is fogalmaznak meg, attól függetlenül ugye ez és a sem szerepel, tehát az és. Például a mondat, hogyha bekapcsolom a tévét, és megnézem a meccset. Például ez is egy olyan összetett mondat, ugye, hogy bekapcsolom a tévét, itt húzzuk meg a tagmondat határt, megnézem a meccset, ez pedig a másik mondatom. Egyik tagmondat sem nem szorul kiegészítésre, hogyha a kötőszavat kiiktattuk, a kötőszó az és, az pedig ugye meghatározza, hogy ez egy kapcsolatos mellérendelést olvashattunk, vagy láthattunk. Az ellentéteseknél is, mint ahogy a neve is mondja, a legjellegzetesebb kötőszó ugye a de kötőszócska lesz. A tagmondatok között ez azt az ellentétet fogja kifejezni, mint ahogy a példa is mutatja, hogy én dolgoztam, de nem nagy kedvel. Tehát dolgoztam, nem nagy kedvel, dolgoztam, ugye, a kiegészítendő válaszom. A választó mellérendelő mondatoknál a jellegzetes kötőszó az a vagy lesz. Ugye vagy ez, vagy az, tehát mind a kettő lehet úgy is, hogy az egyik tagmondatban és a másikban is megjelenik, így a páros kötőszavak is ide tartoznak. Ugye ezek két lehetőséget, vagy többet is tartalmazhatnak a választások közül, amelyeket felkínálunk a mondatban. Például vagy pizzát eszel, vagy hamburgert eszel. Pizzát eszel, hamburgert eszel. Tehát akár, tehát ezek is ide tartozhatnak a kötőszavak közé. A következtető mellérendelő mondatoknál, ugye ezt szoktuk a magyarázó mellékmondatokkal, ezt szoktátok leginkább összekeverni. A következtető mellérendelő mondatoknál a második tagmondat, az tulajdonképpen az első tagmondatból levont következtetésünket tartalmazza. Ennek a kötőszava a leggyakoribb és a legjellemzőbb az a tehát, de a hát ezért így, ennél fogva ezek is a kötőszavai közé tartoznak. Például, hogyha azt mondom, hogy vidám vagyok, ezért hangosan nevetek. Ugye itt is látjátok, hogy a második tagmondatból a következtetést levonhatjuk, hogy miért is vagyok vidám. A magyarázó mellérendelő mondatok esetében a második tagmondat az első tagmondat magyarázatát fogja megadni. Előfordul, hogy nincs okozati viszony ez a kettő között. Ennek a vagyis, mégpedig, illetőleg, tehát ezek lesznek a leggyakoribb kötőszavai. A példa pedig, amit hoztam, haragszik rám a haverom, mert hozzám se szól. Tehát megmagyarázom, hogy azért haragszik rám, mert hogy hozzám sem szól a haverom. Néhány fontos gondolat.
Mi alapján különbözteted meg az alárendelő összetett mondatot a mellé rendelő összetett mondattól? Tehát ezt csak így próbáltam tételesen kiemelni, hogy a két nagy kategóriát mi alapján tudjátok talán elválasztani egymástól. Ugye először is meg kell állapítanod, hogy van-e logikai vagy nyelvtani viszony a két tagmondat között. Utána arra is kell figyelned, hogy a két tagmondat az önmagában hordoz-e teljes komplex állításokat, értelmes állításokat, vagy pedig az egyik kiegészítheti a másikat, tehát szükséges-e kiegészítés. Hogyha szükségeltetik ez a kiegészítés, akkor alárendelésről beszélünk. Hogyha nem, önállóan is megállnak, ugye akkor mellérendelésről beszélünk. Akkor megvizsgálhatod a mondatoknak a kötőszavait, illetve azt is, hogy van-e névmás utalószó, vagy pedig nincs benne, mert ugye, hogyha van benne utalószó, kötőszó, az is utalhat az alárendelésre, hogyha pedig csak ugye a kötőszavakat találod, akkor gondolhatsz arra is, hogy ez, ha önállóan megállják helyüket a tagmondatok, akkor ezek mellérendelések lesznek. És a legfontosabb talán az, hogy a kötőszavak ismerete az nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlen mindkét kategóriánál, tehát az alá és a mellérendelésnél is, mert ez fogja meghatározni azt, hogy tulajdonképpen milyen típusáról is beszélünk ennek az alá, illetve mellérendelésnek. Hát a mai órában ennyit szántam nektek, én megköszönöm a figyelmeteket, és akkor további jó munkát kívánok nektek!